A jelenlegi jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy nem csak hagyományosan tanteremben lehet nyelvvizsgát tenni, hanem otthonról számítógépen keresztül is. Ezt nevezzük online nyelvvizsgának. Az oktatási hivatal eddigi tapasztalatai pozitívak, bár a csalások lehetősége miatt aggodalommal indultak neki az új rendszernek. A felmérések és vizsgálatok során az derült ki, egyáltalán nem több a csalások száma, mint a korábbi tantermi vizsgák során. Ezért most úgy tűnik, a járvány szülte kényszerhelyzet hosszú távon is opció marad. A vizsgaközpontokkal természetesen szinte napi kapcsolatban vagyunk, és nagyon sokat beszélgettünk velük, az ő véleményükre is mindig kíváncsiak vagyunk. Ők elmondták azt, hogy ez óriási kihívás volt nekik először, hiszen egy teljesen új rendszert kellett elkezdeni működtetni. Nagyon sokat tesztelték, próbálták, mielőtt az éles vizsgáztatás beindult volna, és óriási munka ez nekik, nagyon nagy humán erőforrás igényt is támaszt velük szemben, hiszen az ember azt gondolja, hogy online vizsga, akkor kevesebb vizsgáztatóra van szükség, ez egyáltalán nem így van, ugyanannyi vizsgáztatóra van szükség, viszont sokkal több háttér emberre, operátorra, felügyelőre, informatikusra van igény ahhoz, hogy a vizsga teljes biztonságban tudjon működni. Az akkreditációs kézikönyv részletesen tartalmazza azt a technikai hátteret, amellyel egy vizsgaközpontnak rendelkeznie kell. Ebben szerepel egy olyan informatikai rendszer is, amely minden paraméterben segíti a vizsgázó azonosítását, és felügyeli, hogy mi történik a vizsga közben, vagyis hogy nem vesz igénybe segítséget a vizsgázó. Ezt a formát főleg a fiatalabb korosztály választja, akik nem riadnak vissza a digitális eszközök használatától, de jelenleg még ők is szívesebben választják a hagyományos vizsgát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Összességében tudom elmondani országosan, hogy eddig, ugye tavaly kezdődött ez a vizsgáztatási lehetőség, 2020-ban az első járvány hullám idején, akkor még csak a veszélyhelyzetre vonatkozott ez a lehetőség, ezt követően a kormány meghosszabbította egy jogszabály módosítással ezt a lehetőséget, tehát most már nem csak a járvány idején lehet ilyen vizsgát tenni, szeptember 1-e után. A számokat, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy eddig 2020-ban közel 8200-an tettek online formában nyelvvizsgát, ez körülbelül a tizede az összes nyelvvizsga eseménynek. Jelenleg 6 nyelvből, angolból, franciából, németből, olaszból, oroszból és spanyolból szerezhető online általános nyelvvizsga bizonyítvány, emellett portugálból közgazdasági szaknyelvi vizsga is tehető. Az akkreditált nyelvvizsga központok és az elérhető nyelvek teljes listája az oktatási hivatal honlapján olvasható.